Egyre több a hazai termék, most a cseresznye az egyik legkeresettebb gyümölcsféle, de már lehet barackot és csemege kukoricát is vásárolni. Határmenti együttműködés, összesen 10 millió eurós keretre pályázhatnak a non-profit szervezetek a Románia és Magyarország közötti határon átnyúló program második körében. Színes évad, a sátán kutyája, illatszertár, asszony-asszonynak farkasa, csak néhány darab a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház következő repertoárjából. Egyre több a hazai termék a piacokon, most a cseresznye az egyik legkeresettebb gyümölcsféle. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy kilogramm cseresznye már 700 forintért is kapható a piacokon, ám van olyan árus, aki 1500 forintért kínálja a gyümölcsöt. Egyre több helyen lehet barackot és csemege kukoricát vásárolni, és már javában tart az új krumpli szezon is. Az eper pedig már csak néhány eladónál kapható. Színpompás eladókkal és vásárlókkal teli volt szerda reggel a nyíregyházi búzatéri piac. Az egyik alapélelmiszernek számító burgonyát most is sokan keresték. Az az igazság, hogy már az ókrumplinak lejárt az ideje, és ez korai kleopátra fajta. Ebből már most lehet készíteni tulajdonképpen lapcsánkát és tapacskát, mindent, ami a krumpliból készíthető. És termeljük, mert hogy tudjuk, hogy az unokáink mit esznek, egészségeset, és a papával ketten csináljuk. Nem vagyunk 20 évesek, de hát azért még hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy termeljünk a családnak. Meg még egy kis plusz van, akkor az jut a piacra is belőle. A piacon sok a kistermelő, őstermelő, de sok a viszonteladó is. Árai között legtöbbször nagy a különbség. Van olyan néni bácsi, aki a cseresznye kilóját 700 forintért adja, a viszonteladók pedig akár 1500 forintért is kínálhatják ezt a gyümölcsöt. Most a málnának és a ribizlinek is szezonja van, de sokan vásárolnak medgyet is. Minden drága nekünk nyugdíjasoknak. Medgyet vettem, szeretnék lekvárt főzni belőle. Egyre több standnál, asztalnál lehet barackot venni. Őszi barackot szeretnénk venni, gyümölcsöket, ezt szeressük ilyenkor, mikor bejön már a szezon a magyar termékeket. Hát egy kicsikét húzós az ára, a magyarnak még ugye kevés van. A legtöbb barack még kicsi, a gyümölcsára pedig a mérettől és a minőségtől is függ. Őszi barack féle, ebben már van az olcsó kategóriától a drágábbig, kajszi barack például. Az őszi barack az értelmi olcsóságra 300-tól egész a 750-es kategóriát nagyságba felosztva. Egyre több a hazai termék a piacon, a vásárlók leginkább ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket keresik. Most már mindegyik termék magyar, kivéve a citrom. Árba szerintem már elfogadható, mert egyre többen csinálnak lecsót. Paradicsom, paprika elfogadható árba van. Van egy kicsit magasabb ár, ami nem lecsó minőségű, de viszont arra is igény tart a vevő. A paradicsom, paprika nagy átlagban milyen áron van kilóban? 4,50-es a lecsó paprika, jó kis vastag húsos, és 5,50-ér van paradicsom. Palánták és leves zöldségek is sorakoznak az eladók asztalain, és egyre több helyen lehet venni csemege kukoricát is. Ezek még a déli ország részből valók, egyelőre körülbelül 180 forint egy cső kukorica. Összesen 10 millió eurós keretre pályázhatnak a non-profit szervezetek a Románia és Magyarország közötti határon átnyúló program második körében. Jelenleg többek között vízgazdálkodási beruházásokra és kerékpárút építésre lehet támogatást nyerni. Az Interreg Románia-Magyarország program teljes költségvetése több mint 230 millió euró a 2014-2020-as fejlesztési időszakban. Információs napot szerveztek a megyeházán. Az érdeklődők a jelenlegi 2014-2020-as időszakban meghirdetett Interreg Románia-Magyarország programról kaptak tájékoztatást. Partnerség egy jobb jövőért mottóval ez a 4-4 határmenti megye pályázhat a közös fejlesztésekre. Mivel Interreg, azaz határon átnyúló projekt, minden pályázatban szerepelnie kell egy magyar és egy román félnek. A program második körében három prioritásra pályázhatnak. Ezek a vízgazdálkodási beruházások, az intézmények és civilek közötti együttműködések, valamint kerékpárutak fejlesztése.
A teljes rendelkezésre álló keret az közel 10 millió euró. Ez az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása. Ehhez jön még hazai társfinanszírozás, illetve a pályázók önereje. Az, hogy a különböző prioritásonként hogyan oszlik meg a rendelkezésre álló összeg, az teljesen változó. 70 ezer eurótól 2,5 millió euróig megy. Itt attól is függ, hogy milyen projekt, milyen prioritásra. A nyílt és a kiemelt projektek számára kiírt célzott pályázati felhívásokra is kizárólag non-profit szervezetek pályázhatnak, így például önkormányzatok vagy egyházak. A közös fejlesztések céljai között szerepel a határon átnyúló munkaerőmobilitás támogatása és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése is. Az információs napon a leendő sikeres pályázókat a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte. A megyei önkormányzat nagy-nagy örömmel adott színhelyet ennek a rendezvénynek, hiszen egyrészt a megyében rengeteg olyan pályázó, potenciális pályázó van, aki majd reméljük, hogy forrásokat tud bevonni ebből a pályázati programból is. Voltak erre már jó példák, Interregből rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, akár magyar oldalon, akár román oldalon, amely mindenképpen azt hiszem, hogy előremutató és nagy jelentőséggel bír. A program teljes költségvetése több mint 230 millió euró, ebből 177,7 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít. Ezt egészíti ki a két állam társfinanszírozása és a partnerek önereje. A sátán kutyája, illatszertár, asszony asszonynak farkasa. Csak néhány darab a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház következő repertoárjából. 5 nagyszínpadi, 4 kamarai, 3 művész, stúdiós és 2 gyerekdarabot láthat a közönség a teátrumban a 2017-2018-as évadban, tájékoztatotta a színház ügyvezető igazgatója. Nagy sikerrel játszották az előző évadban a Hello Dollyt Nyíregyházán, a darabot Szente Vajk rendezte. A musical, amely egyszerre klasszikus, tradicionális és rendhagyó, nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok számára is rendkívül szórakoztató volt. A következő évad szintén Szente Vajk rendezésében Sherlock Holmes a Sátán kutyája című előadással kezdődik szeptember 9-én. A repertoár idén is igen gazdag lesz, hangzott el az évadot bemutató tájékoztatón. Mohácsi János illatszertár, majd Szőcs Artúr Chicago című musicalt fogja rendezni. Ezt követően Szabó Máté egy Don Carlos drámai rendezésben mutatkozik be Nyíregyházán. Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatója pedig Fehér Balázs Benő a Hülyéje című vígjátékot fogja megrendezni nálunk. Krudi kamarás bérletünk, illetve kamarabérletünknek az első bemutatója nem a Krudi kamarában, hanem a művésztúdióban kerül bemutatásra. Sedjánszki Nóra a Név Carmen című előadását láthatja majd a közönség. A második Göttinger Pálnak a Linen szépe rendezése lesz látható. A harmadik pedig Koltai M. Gábornak Asszony asszonynak farkasa. És végül a negyedik Vég Zsolt fogja megrendezni a Rózsák háborúját. A gyerekek a diótörő darabot láthatják majd Olt Tamás rendezésében, továbbá egy Egerből érkező társulat a Dzsungel könyvét adja majd elő Nyíregyházán. A művésztúdióban a legkisebbeknek Tucker András fogja a Kékpéket megrendezni, Puskás Tivadar Mirmur kalandjait, illetve Urmai Gábor a Maszmók Afrikában, tehát így néz ki az évadunk. A bérletek június 22-től vásárolhatóak, illetve Simor Otto néven már online felületeken is elérhetőek a bérletek. Kiállítás nyílt Szepesi Béla grafikus művész alkotásaiból a Nyíregyházi Városi Galériában. A Tükör által homályosan című tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A közelmúltban elért eredmények és a sportág fejlesztési program alapján a röplabda okkal került be az elmúlt héten a TAOS sportágak közé, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján az Emmi Sportért felelős államtitkára. Szabó Tünde kiemelte, több mint 14 ezer gyerek röplabdázik az országban. A Magyar Röplabda Szövetség elnöke Kovács Ferenc elmondta, hogy szeptember 15-ig pályázhatnak a TAOS forrásokra. Országos kerékpáros bajnokságnak ad otthont a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Péntektől vasárnapig Ibrányban és környékén rendezik meg az időfutam és országúti magyar bajnokságot. A 15 kilométeres körpályán a 3 nap alatt közel 400 versenyző küzd majd az érmekért és a helyezésekért.
Kiállítás nyílt Szepesi Béla a grafikus művész alkotásaiból a Nyíregyházi Városi Galériában. A Tükör által homályosan című tárlat egy történelmi panorámaképet ad a 16. századról, valamint a kor gondolatiságáról. A kiállítás különlegessége, hogy a rajzok közepén tükörhengereket helyeztek el, az átvitt és szó szerinti körbenézés segítésére. Különleges és egyedi tárlat nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában. Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet vezetőjének kiállítása egy történelmi panorámaképet ad a 16. századról. A tükör által homályosan toposzt az európai kultúrtörténetben már 2000 éve visszatérő jelenség, erről kapta a tárlat is a címét. Ennek gyakorlati bemutatását a tükrös körhengerek segítik, amelyek átvitt értelemben és szó szerint is lehetőséget adnak a látogatónak, hogy bepillantást nyerjen az adott korba. A tárlatot Búhály Attila történész nyitotta meg. Van egy olyan segédeszköz, ami gyakorlatilag kiterjeszti a látásunkat, ugyanakkor ugye nem elég kidolgozott ahhoz, hogy ezt tökéletesen meg tudja tenni, és ezért ugye nem a maga valóságában adja vissza azt a valóságot, amit meg akarunk ismerni általa, és ezért voltam kíváncsi magára a kiállításra is, hogy lehet ezt megjeleníteni ilyen művészeti eszközökkel, és hát érdekes látvány, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy az a ugye nem sík forma tükör, ami gyakorlatilag elősegíteni a tökéletes valóságnak a tökéletes leképeződését. Szepesi Béla már a középiskolai éveiben elkezdett foglalkozni a képzőművészettel, több határon belüli és túli művésztelepnek is alapítója vagy vezetője. A most kiállított műveiben a kor meghatározó személyiségeit, így például II. Lajos magyar királyt és első Ferenc francia uralkodót is megjeleníti, de hétköznapi polgárokat is ábrázol. A galéria falain azokat a vázlatokat tekinthetik meg a látogatók, amelyeket a művész évek óta folyamatosan készít. Egyszer csak megálmodtam azt, hogy mi lenne, hogyha ez egy ilyen anamorfózisra lenne összekapcsolva. Ugye anamorfózisnak nevezük ezt a jelenséget, amikor tükörből vagy egy látható az igazi kép, és az elsődleges ránézésre egy torz képet pillanthatunk meg. És akkor így ezekből a vázlatokból kezdtem el kikanyarítani ezt a fajta rendszert. És hát hozzá kapcsolódott most az, hogy pont a reformációnak az 500. évfordulóját ünnepelhetjük, vagy erre emlékezünk ebben az évben, és hát kialakult egyfajta olyan gondolat, hogy egyfajta történelmi áttekintést szeretnék adni erről a korról. Tehát nem kifejezetten a reformációra gondolok, inkább annak a gondolatiságára. A megnyitón az is elhangzott, a tükrös körhengerek segítségével olyan összetett jelenségeket lehet ábrázolni, amelyek a mai kor számára is fontos üzenetek lehetnek. A tárlat július 22-ig látogatható a Nyíregyházi Városi Galéria földszinti kiállítótermében. A közelmúltban elért eredmények és a sportág fejlesztési program alapján a röplabda okkal került be az elmúlt héten a TAOS sportágak közé, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján az Emmi Sportért felelős államtitkára. Szabó Tünde kiemelte, több mint 14 ezer gyerek röplabdázik az országban. A Magyar Röplabda Szövetség elnöke Kovács Ferenc elmondta, hogy szeptember 15-ig pályázhatnak a TAOS forrásokra. A labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a jégkorong és a vízilabda mellé csatlakozott a röplabda, azaz hatra bővült a TAO által támogatott sportágak száma. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, a kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, így igyekszik minden támogatást megadni ahhoz, hogy minél többen mozogjanak, akár amatőr, akár profi szinten. A röplabda az elmúlt évek eredményeinek és a sportágfejlesztési programjának köszönheti, hogy bekerült a látványsportágak köré. A röplabda sportág már rászolgált arra, hogy bekerülhessen a most már a hat látványcsapat sportágak körébe, a TAO rendszerébe. Óriási lehetőséget kap ezáltal úgymond a fejlődésre, hiszen egy olyan lehetőség az utánpótlás nevelésre a szakembereknek, a sportolóknak, amire még nem volt példa. Ugye ezen kívül lehet az eszközfejlesztésekre, lehet a létesítményfejlesztésekre, a képzésre, oktatásra fordítani a támogatást.
De pont azon gondolkodtam, hogy az öt látványcsapat sportmátág mellett itt volt a röplabda és eredményeket hozott az utánpótlás nevelésbe az iskolai foglalkozások keretében is megjelenik, és több mint 14 ezer gyermek sportol aktívan röplabda sportban. Ez óriási szám, és ezáltal, hogy ők még nem voltak a TAO rendszerén belül, és ilyen eredményeket elértek, milyen lehetőséget kaptak ezáltal, és hogy pár év múlva milyen fejlődést fogunk látni a röplabda sportágban. A Magyar Röplabda Szövetsége elnöke Kovács Ferenc elmondta, egy éve dolgoznak azért, hogy bekerüljenek a TAO körbe. A pozitív döntés követően így elkezdhetik a tervek megvalósítását. Nagyon sok olyan tervünk van, amit eddig nem tudtunk, de most szeretnénk valóra váltani. Elsősorban az utánpótlás, a röplabda bázisának a szélesítéséről van szó. Ennek az érdekében kötöttünk tavaly a Diáksport Szövetséggel egy megállapodást, ahol 1000 testnevelő tanárra, tehát képzését, illetve a testnevelési kerettanterben a röplabda szerepeltetését céloztuk meg. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ez a TAO, ez ahhoz képest is egy óriási továbblépés. Nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztés, szeretnénk ezen a területen is elindulni, bekapcsolni településeket, városokat, klubokat, legyen lehetőség a fejlődésre. Fontos az eszközbeszerzés, fontos a szakemberképzés, talán ezt kellett volna előre helyeznem. A szövetség elnöke még elmondta, hogy az év szeptembere két okból is jelentős hónap a röplabda számára. Egyrészt a tanév kezdetén ismét elindul a testnevelési egyetemen a röplabda edzőképzés, másrészt pedig szeptember 15-ig pályázhat a sportág a TAO-s forrásokra. Országos kerékpáros bajnokságnak ad otthont a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Péntektől vasárnapig Ibrányban és környékén rendezik meg az időfutam és országúti magyar bajnokságot. A 15 kilométeres körpályán a három nap alatt közel 400 versenyző küzd majd az érmekért és a helyezésekért. 2014 után ismét rangos versenyt rendeznek a megyében. A Magyar Kerékpáros Szövetség, a Mozgás Egészség Rekreációs Ese, az Ibrány Ese és a Nyírségi Kerékpáros Ese szervezésében felnőtt utánpótlás amatőr és Masters bajnoki futamokat láthatnak a sportág szerelmesei. Mivel az európai országokban ez a bajnoki hétvége, szünetelnek a körversenyek, így a legjobb hazai bringások is ott lesznek a mezőnyben. Mivel ez ugye országos bajnokság, az időfutam és a mezőny is, ugye mind a kettő olimpiai szám, és világbajnoki kvalifikációs pontot ér, így gyakorlatilag az országból minden igazolt versenyző fog indulni, minden csapat, minden nagyobb, meg kisebb csapat is ugye képviselteti magát, ahol versenyző van igazolva. Az elit futam, ami a vasárnapi futam, ott várható sok olyan versenyző. Most már hál' Istennek Magyarországról is van egy jó pár olyan versenyzőnk, aki külföldi, prokontinentális vagy kontinentális csapatnál van leigazolva. Ők ilyenkor ugye hazajönnek, a kvalifikációs pont az ugye sokat ér, és így gyakorlatilag egy olyan mezőnyre számíthatunk, ahol van 8-10 olyan kerékpáros, aki külföldi mezőnyökbe is ugye külföldi sztárokkal szokta felvenni évközben a versenyt. A szervezők egy 15 kilométeres körpályát alakítottak ki Ibrány térségében. Közel 200-an dolgoznak azon, hogy zökkenőmentes legyen a lebonyolítás. A pénteki nap lesz a legzűrösebb, mert ugye ott egyenkénti indítás van, perceként indultnak a versenyzők, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 6-700 méterenként fog elhaladni a körön egy-egy versenyző. Itt gyakorlatilag a forgalmat nem lehet beengedni közéjük, úgy beszéltük a szervezőkkel, hogy 15-20 versenyzőnként fogunk hagyni egy-egy 5-10 perces szünetet, amíg a forgalmat elengedjük. Nagyon fontos információ, hogy mind a három nap alatt a forgalmat csak a menetiránynak megfelelően, tehát aki majd kimegy a körre, és át akar haladni, fogja látni, hogy milyen irányba haladnak a versenyzők, csak menetiránnyal megegyező irányba engedjük a forgalmat. A három nap alatt az előzetes nevezések szerint közel 400-an állnak majd rajthoz a különböző versenyszámokban. A rendező Nyírségi Kerékpáros Ese 20 bringással képviselteti magát az országos bajnokságon. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Egyre több a hazai termék a piacokon, most a cseresznye az egyik legkeresettebb gyümölcsféle. Egy kilogramm cseresznye már 700 forintért is kapható a piacokon, ám van olyan árus, aki 1500 forintért kínálja a gyümölcsöt. Egyre több helyen lehet barackot és csemege kukoricát vásárolni, és már javában tart az új krumpli szezon is, az eper pedig már csak néhány eladónál kapható. Összesen 10 millió eurós keretre pályázhatnak a non-profit szervezetek a Románia és Magyarország közötti határon átnyúló program második körében. Jelenleg többek között vízgazdálkodási beruházásokra és kerékpárút építésre lehet támogatást nyerni. Az Interreg Románia-Magyarország program teljes költségvetése több mint 230 millió euró a 2014-2020-as fejlesztési időszakban. A sátán kutyája, illatszertár, asszony-asszonynak farkasa. Csak néhány darab a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház következő repertoárjából. 5 nagyszínpadi, 4 kamarai, 3 művész stúdiós és 2 gyerekdarabot láthat a közönség a teátrumban a 2017-2018-as évadban, tájékoztatott a színház ügyvezető igazgatója. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 21-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk. Csütörtökön a Kárpát-medencében nyugat felől 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik, tovább erősödik a nappali felmelegedés. Addig az esti órákban kiderül az ég, éjjel eleinte derült, később fátyolfelhős idő várható csapadék nélkül. A szél gyenge marad, reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű, a nyugati szél időnként megélénkül, délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, a mai hidegfronti hatás holnapra megszűnik. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő egy hét során is folytatódik a kánikula, az éjszakák sem nyújtanak felfrissülést, pénteken többfelé, a jövő hét első felében pedig elszórtan lehetnek frissítő zivatarok, a gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás.